Koronavírusban meghalt Csollány Szilveszter, aki több héttel ezelőtt került kórházba a fertőzés miatt pályafutása során mindent megnyert gyűrűn, amit meg lehet nyerni. 2000-ben Sydneyben olimpiai aranyérmes volt előtte, 1996-ban Atlantában második lett az olimpián, emellett nyert világ és Európa bajnokságot, a vb n ráadásul ötször volt ezüstérmes, tehát második. 2000-ben és 2002-ben őt választották az év legjobb férfi sportolójának Magyarországon. A sokak által szilasként is ismert tornász 2003-ban fejezte be aktív pályafutását, később tanított, illetve edzőként is dolgozott, főként gyerekekkel. Csalány Szilveszter áprilisban lett volna 52 éves. A pályafutására hosszabban is emlékezünk majd a sporthírekben a híradó végén.